Fogyókúrás reggeli, 10 tojás, egy kis hagyma sóval, hogy legyen íze. Ezt ugye akkor tolhatod be úgy reggelire, hogyha azt biztos vagy benne, hogy 100 kilométert aznap letekert, és ugye ez nudli kalória ahhoz képest, amit el fogsz használni. Hát hadd menjen a fogyás. Szóval ezt a 10 tojást megsózva kicsit így összeverjük, jó bonyolult kaja. De mivel ez betöltés jellegű, meg már unjuk a sült tojást, ezért lehet bele egy kis szénhidrátot vinni, legyen zappehely liszt, ez az, egy nagyon picike belőle, egy pár gram, ettől omlettes jellege lesz, sokkal jobb. Hát természetesen kókuszolajon, himalájasóval, magyar vörös hagymával esszük, na sikerül kupit csinálnom így egy kézzel, úgyhogy inkább most csinálom két kézzel, és ti meg nem látjátok. Szóval, hogyha ez már jó össze van verve, lehet menni szebb is, akit érdekel, így is úgyis egy helyre megy. Akkor a kókuszolajat hőre tesszük, vagy hőt közlünk a kókuszolajjal. Most ez egy kézzel érdekes mutatvány lesz. Nem ilyen bénán kéne belerakni a hagymát, hanem hát meg fogja ezt belerakni, de egy kézzel kicsit bénább. Aztán megpároljuk a hagymát, vagy sütjük ki, hogy szereti. Páróba talán egészségesebb. Aztán majd mindjárt alakul a dolog. De a pároláshoz mondjuk nem jönne rosszul egy fedő, de ha a fedőt rátesszük, akkor azt is el kell majd mosogatni. Az plusz vizet használunk el vele. Plusz mosogatószert juttatunk a lefolyóban, terheljük vele környezetünket. Használjuk el az értékes vizet feleslegesen, úgyhogy jó ez így. Az ott hat pirulja, ezt néha meg szoktam még keverni, hát ha szebb lesz, mert ugye egy kis csomókban van benne a liszt, jobb azt eloszlatni. Mondjuk én így is megeszem, mert úgyis izom lesz belőle. Fehérje meg egy nagyon pici szénhidrát. Kókuszolaj vagy pálmaolaj az meg. Aránylag tűrhető, nem annyira egészségtelen állítólag zsír szélesség, hát a franc tudja. Milyen lenne, hogyha omega 3, omega 6-os valami vajon csinálnál, nem tudom, vagy olyan vajkrém lenne. Mindenről kiderül egy idő után, hogy egészségtelen, ugye emlékszetek már biztos. Gyerekkorunkban a szója volt a nagy, hú, együnk szóját, kibaszottul egészséges. Emlékszetek rá? Egyen szóját, mert az kurva egészséges. Hát nagyon nem egészséges a szója, most meg az van, ugye? Úgyhogy ki tudja, hogy most azt mondják, hogy kókuszolaj, aztán holnap meg azt, hogy ettől lettél rákos, ugye? Hát ki a franc tudja? Én ezt nem mondtam. Én ezen főzök, mert néne. Úgyse ez a lényeg, hanem a mozgás. Bármit megehetsz. Csak azért a fehér lisztet, cukrot, én azért a disznózsírt is egy kicsit visszaveszem. De néha azért mehet egy kis fehér liszt, mert hogy néz neki a palacsinta csak zablisztből, nem? Mondjuk a palacsintával a töltelék, az nem szőlőcukor és kakaó, mert szőlőcukor ugye az kell a véredbe. Mert olyan formában van az energia benned a véredbe, szőlőcukor formájában. Akkor miért lehetné szőlőcukrot? Úgyis minden, mi lehet a számban? Most kifele jött, vagy befele, ki tudja. Guszta itt kajafőrés közben. Hát ez nem arról szól, hogy mi milyen guszta. Mert ugye nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. Tehát annyi kalóriát be kell vinni, amennyi ahhoz kell, hogy túléljük a napot. Egy picivel többet, és sokkal többet kell lemozogni. És akkor már meg is van a hatásos módszer a fogyásra. Mondjuk az is igaz, miközben ez pirul, párolódik, elmondom, hogy én ezt nem reggelire fogom betolni, mert én reggeli edzés híve vagyok, jelenleg. Szóval így gyomorra elkarnitinnal letolom az edzést, jó nehéz, fáj, azt szeretem. Legalább egy óra 140-es pulzuson, kerékpárfutás, tök mindegy. Aztán utána lehet enni, amennyi belét fér. Csak én ezt most előre megcsinálom, és utána fogok enni. Én no kalóriával szoktam edzeni.
Ha pedig fordított napon, azaz hajnalba kell menni dolgozni, akkor fordítva, akkor zabálunk, aztán 3-4 órát nem eszünk, és utána jön az edzés, aztán megint eszünk. Arra is kell figyelni, ezért 3 óránként kajáljatok. Inkább keveset, például 10 tojás, de hát ugye ez magyarázata kevés, az viszonylagos, hogy magyarázat erre a 10 tojásra, hogy az miért kevés, a 100 kilométeres tekeréshez van ez készítve. Meg hát még egy dologra érdemes figyelni, hogy azért a vizet azt pótoljátok, meg hát igyatok. Szóval 3 liter víz alatt semmiképp senkinek, naponta, víz, nem löttyök, nem szarok, hanem víz. De hogyha egy jó edzős nap van, akkor ugye, hogy is szokott lenni, a 20 kilométerenként szoktam legalább fél litert nyáron, meg olyan 1 litert betolni, 7 decit, akkor így mennyire durva, de fél liter 20 kilométerenként muszáj. Szóval az 2,5 liter egy 100 kilométer. Abból kell 2,5 gram só is, mert ugye az is kijön. Különben jönnek a gurcsök. Káliumpótlás. Káliumpótlás nagyon fontos. Egyetek banánt, paradicsomot, na mehet bele ez közbe. De kis fit lett a kajánk. Olyan kis kevés kalória. Ez egész jó lesz. Így gyomorra szeretek főzni, mert baszott éhes vagyok. Hát igen, ez kell egy kis önuralom hozzá, hogy ilyenkor ne edd meg. Mert ne edd meg, hanem menj el edzeni. Aztán utána ehetsz, amennyit akarsz, ha majd elkészül. Remélem jó odaég, vagy nem. Az egyik biztos. Fűj csak! Hát ha most szépet akarnék, akkor megmozdítanám és megfordítanám egybe, de itt nem szépet akarok csinálni, hanem jót, úgyhogy fogom aztán. Hát mondjuk szépen meg is lehetne volna fordítani, csak simán szétképem, hogy ami már megsült az alján, az legyen aránynak fönn. Szóval csak keverem. Ilyen ragus lesz, ilyen szétszaggatott dzsúva. Úgyis el kell rágnunk, mert ugye egyben nem lehet megenni, hiába egy szép nagy rántotta lenne belőle. Mert ugye ezt most megfordítjuk, megsütjük, akkor kész egy nagy korong, hú, de gyönyörű, de ez nem az étterem. Az étterem ugye szart adnak, ami szép és drága. Attól lehet jó, csúnya, zsírosra hízni, hogyha nincs mellette edzés. Na hát az étteremnek a célja, hogy nem az, hogy te egészséges legyél. Az étterem célja, hogy megéljen a tulajdonos. Hogy él meg a tulajdonos? Ha minél nagyobb szarokból csinál valamit. Minél olcsóbban. Az se baj, ha finom, meg főleg szép. Tényleg kéne nyitni egy olyan éttermet, ahol hát lehet, hogy drága. Az lenne a neve. Lehet, hogy drága, de legalább egészséges. Aztán lehet, hogy ne vannak is ilyen éttermek. Na szóval körülbelül ennyi. Ennek nagy része ugye fehérje, tettünk bele egy kis zablisztet, hogy ilyen ragus legyen, ne annyira az a tojás. A kókuszolaj, vagy a pálmazsír az meg aránynak száraz marad, és szerintem kész is vagyunk. Fogyaszthatjuk! Persze edzés után jó étvágyat, de előtte jó edzést!